Lánc az egyik produkció, a másik Kárkázi Handan Kínokhoz. Dávid következik, két Metallica produkció, Orion, illetve Amford. We'll be right back.
Thank you.
Nevükből biztos kiderül, hogy nem szószínok testvérek. Thank you.
Oh,
utolsó József Attila feldolgozását azért is érdekes, mert egyre kevesebbszer hallunk ilyet, hogy magyar költő, főként nagyon jó költő, szinte az egyik legjobb költő versei vannak feldolgozva, különösen most, hogy nem tudom, tudják, hogy József Attila kezd kifutni a magyar irodalomból, és ez borzasztóan sajnálatos. Eszébe jut egy ilyen fiatal kis amatőr gitárosnak, hogy feldolgozzon pár József Attila verset, az még külön dicséretes, főként, hogy ilyen szépen énekel és szépen adja elő. Ez nekem nagyon tetszett. A reket hangról meg azt mondanám, bár nem hallja a kislány, hogy a bár énekesek sokszor a húzatban állnak a fellépés előtt egy negyed órát, hogy jó reket legyen a hangjukat. Azért nem kell énekelni. Így van. De miért is aztán jó jár. Jó jár. Roland következik, Satriani Krai, illetve egy Chuck Berry a Johnny B. Good. Chuck Berry, mindenki tudja, hogy a rock and roll zene egyik nagy csillaga, aki akkor is fent fog ragyogni, amikor a Föld már régen eltűnik a világot jelentő deszkákról, és egy új világ kezdődik. Chuck Berry ott lesz még valahol a képzeletbeli Kalifornia egén.